Szeretettel köszöntök mindenkit a Wigner Jenő Kamarakórus karácsonyi koncertjén. Ezen az estén térben és időben való kalandozásra invitáljuk Önöket. A dalokon keresztül belepillanthatunk különböző korok és tájak karácsonyi ünnepeibe. Gyakran maguknak a daloknak is története van, ami esetenként évszázadokat, máskor kontinenseket köt össze. Elsőként a szeleknek lengő szárnyán kezdetű karácsonyi népdalkánont fogják hallani. Című versének vegyeskari feldolgozása fog következni. A verset többen is megzenésítették, az egyik leghíresebb feldolgozás, amit Harold Darknak köszönhető, a második világháború alatt hozta el karácsony ünnepét az embereknek. 2014-ben a Ward Thomas nővérek készítettek egy jótékonysági kiadást, hogy a hajléktalan háborús veteránokat támogassák. A verset elsőként Gustav Holst formált a kórus művé, és a Kranám címet adta neki. Ezt fogják most hallani, vezényel Szolnoki Lénárné.
Következőként Gordon Young Alleluja című művét fogják hallani, vezénye Mátyás Karácsony Zsuzsanna. Emil 1930-ban született Jugoszláviában. Tanulmányait a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zeneszerzés tanszakán végezte, ahol többek között Farkas Ferenc növendéke is volt. Kétszeres Kossuth díjas és kétszeres Erkel Ferenc díjas magyar zeneszerző. Érdekesség, hogy a Pál utcai fiúk 1969-es magyar-amerikai koprodukciós film zenéjét is ő szerezte. Engedjék meg, hogy röviden emlékezzünk rá Batta András szavaival, mely 2011-ben a búcsúztatásán hangzott el. A Balkán embere volt. Dühítette, hogy Európának ezt a színekben, nyelvekben, ritmusokban oly gazdag részét, amely származása és vonzódása miatt is oly közel állt hozzá, épp választott hazájában Magyarországon lenézik. Miközben ő vezércsillagként tekintett fel Petőfire, József Attilára, Bartókra, Kodályra, finoman árnyalt értékrendszerében megkülönböztette a szülőföldet, a Balkán, a hazától, Magyarországtól, miközben az igazi otthonát a Balatonnál, Szigligeten, a dombtetőn találta meg. Azt mondta, azért szereti úgy, mert onnan messzire nézhet, valamennyi irányba. Érdeklődése, aktivitása a magyar zeneszerzők között szokatlanul szertágazó. A színház és a film területétől a közélet labirintusáig, a pedagógiától az újságírásig, a média szereplésekig, a komponálástól a vezénylés és a zongorázás révén az előadó művészetig terjedt. Párhuzamos pályavonalai példázzák az életút adatai. A 60-as évek első felében a Petőfi Színház zenei vezetőjeként részt vett többek között a musical műfaj magyarországi meghonosításában, már zeneakadémiai tanárság előtt oktatta a Színház és Filmművészeti Főiskolán rendező, színészek számára a zene művészetének megértését. Kétszer is vállalt vezetői tisztséget a Magyar Állami Operaházban, volt országgyűlési képviselő, elnöke a Szerzői Jogvédő Hivatal vezetőségének,
tagja a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémiának és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiának. Megjegyzem, hogy akik annól nézték a televízióban, aki mit tudott, zsűriben is láthatták őt. Bár tevékenységét a legrangosabb díjakkal ismerték el, értelmiségi öntudata, kritikus hangjának éle soha, egyik politikai rendszerrel sem tompult el. A most következő impressionista nő címe Játszik a szél. Két kortárs zeneszerző műve is fel fog csendülni. Egy-egy ilyen mű érdekessége, hogy a szerző a közösségi médiában is elérhető. Például a most következő darab szerzője, a holland Harold Lanzeling, akár Twitteren vagy Facebookon is követhető. A következő darab egy spanyol eredetű zenei formát, passzakáját ötvözi a jazz improvizációk stílusával. A mű címe Pexakája. Bum, 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 do-ba-da, do-do-ba, ba-do-ba-do-ba, do-ba-bum, bum, bum, be-da, do-ba-do, ba-do-ba-bum, ba-da-da-da-da, do-ba. Ba-d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 a-
Következő darab dr. Dienes Valéria a Gyermek útja című mozdulatdrámájának egy részlete, melyen a zenéjét Bárdos Lajos szerezte. A szerzők a középkori misztériumjáték műfaját elevenítik fel, ami liturgikus drámákból kialakult vallásos színjátékot jelent. A betelmezés is ebben a műfajban sorolható. A művet 1935-ben a Városligetben mutatták be 1000 szereplővel. A most hallható részlet címe Spártai gyermek. Zongorán kísér Kovács Péter. Spanyol karácsonyi ének. Ez a feldolgozás egy amerikai zeneszerzőnek, jelenleg Indianapolisban élő Greg Gilpinnek köszönhető. A dal címe Fum Fum Fum. Zongorán kísér, karácsony este. Thank you.
következőkben egy középkori német misztikus, természettudós, bencés apátnő és zeneszerző, Hildegard von Bingen, más néven a Rajnai Sibilla, magyarul Bingeni Szent Hildegard, Ába Generóza című művének kortárs feldolgozását fogják hallani. Germánia profétanője elsősorban a Gregorián zene elemeire támaszkodott, de közben sajátos módon el is tért tőle, gyakori, sokszor egymás utáni nagy hangközugrásokkal. Ezt a jellegzetességet megőrizte a norvég kortárs zeneszerző Ola Gielo is. Következzen tehát Ola Gielo, Ába Generóza.
tradicionális Puerto Rico-i karácsonyi énekkel zárjuk. Következik, ismét Greg Gilpin feldolgozásában, A la media noche, zongrán kísér, Kovács Péter. See the baby, oh so holy, see the stars, oh, me and
tisztán. Szeretnék köszönetet mondani Kármán Tódor kollégium fotókörnek és stúdiónak, megörökítették a koncertet, illetve a TTK HK-nak a támogatásért, többek között a kísérő hangszerekért. Még egy utolsó felhívás, ugyan a műsor véget ért, de mindenkit szeretettel várunk egy kis süteményezéssel, egy bekötött beszélgetéssel. Illetve szeretnénk köszönetet mondani Szolnok Rénárd Évadásának. Köszönjük szépen!